Ilyen mértékű vendégszeretettel még életemben nem találkoztam, mint ebben az országban. Gond nélkül sétálunk ki este a város központban, teljes biztonságban érezzük magunkat. A sivatagtól a havas hegycsúcsokig mecseteket, virágzó ősi birodalom romjait, egykori királyi palotát és királyi ékszereket, a világ egyik legszebb terét és bazárokat látogatunk. Talán most meglepődik a hallgató, ha azt mondom, hogy Iránban járunk. Üdvözlöm Önöket, Simig Ágnes vagyok, az Ezer út utazási iroda idegen vezetője. És most szeretnék egyik kedvenc desztinációmról, Iránról mesélni. De nem a látnivalókkal kezdeném. Szeretnék mindenek előtt néhány dolgot tisztázni, hiszen egyáltalán nem a legtipikusabb turista célpontról van szó. Pedig akár az is lehetne, csak jobban kellene ismernünk. Amikor először vágtam neki Iránnak, engem is le akartak beszélni róla. Amióta viszont egyszer láttam, alig várom, hogy újból és újból visszatérhessek. Túlzás nélkül Perzsia szinte mindenkinek belopja magát a szívébe. És majd ki is derül, hogy miért. De hogy is képzeljük el Iránt általában? Talán úgy, hogy egy puritán ország, amelyet fekete ruhába öltözött mollák irányítanak, és talpig fekete csadorban csoportosuló nők vonulnak az utcán? Ahol még a hölgyturistáknak is csadorban kell járni, és alkoholra még gondolni sem szabad? A gonosz tengelye, ahogy Bush elnök nevezte Észak-Kórea és Irak mellett a szeptember 11-i terrortámadások után? Ahol Amerika ellenes graffitik dekorálják Teherán utcáit? Ahol a nők erkölcsi megfontolásokból még a stadionokból is ki vannak tiltva, és sportolás is csak szigorú öltözködési szabályok mellett lehetséges? Persze sok igazság van a felsoroltakban. Tény, hogy a mai Irán az iszlám kemény vonalasok sarnoksága alatt szenved, az ellenvéleményt elfojtják, önkényes letartóztatások és szigorú büntetések vannak érvényben. Hiszen a sharia és nem nyugati típusú jogrend alapján hoznak ítéletet. A nőknek tilos a tánc, az ének, le van tiltva a Facebook, bizonyos weboldalak, a műholdas csatornák, ugyanakkor több nő jár egyetemre, mint a nyugati országok többségében. Sokan közülük mérnökök, kutatók vagy orvosok. És bár sok mindent tiltott az irániak számára, de igazából mindenhez hozzájutnak. Persze titokban. Ez Irán párhuzamos világa. A közhiedelemmel ellentétben a külföldi nőknek nem kell fekete csadort hordani. A helyiek közül is csak az hordja, aki nagyon vallásos, de nem kötelező. Kendőt viszont minden nyilvános területen viselni kell a külföldi nőknek is, ami lehet akármilyen élénk színű is. Illetve egy comb középig érő tunikát, vagy csak pólót kardigánnal. Mindössze erről van szó. A kendő alól a hajuk is kilátszik, erős sminket hordanak, passzos nadrágot és magas sarkú cipőt. Ezeket a ruhadarabokat rendkívül ízlésesen tudják kombinálni, és még női szemmel megítélve is nagyon csinosak az iráni nők. Az igaz, hogy Iránban valóban tilos alkoholt inni és akár a bőröndben is behozni, de ez aprócska áldozat azért, amit cserébe hazavisz magával emlékbe az ember. Az irániak leírhatatlanul vendégszeretőek. A helyiek kíváncsian lépnek oda a külföldi turistákhoz, vagy hívják meg őket otthonukba is akár, mintha hálásak lennének azért, hogy a médiában keltett rossz hír ellenére ellátogatunk hozzájuk. Éppen ezért valóban mindent megtesznek azért, hogy jól érezzük magunkat. Legfontosabb szabadidős elfoglaltságok a piknikezés. Mindenkinek megvan a felszerelése hozzá. Műanyag kosarak, teáskanna, nyársak. Pénteken a parkok és a városból kivezető utak is megtelnek szőnyegen heverészőkkel. A férfiak teaházba járnak, klasszikus perzsa költők soraival szórakoztatják egymást, és vízipipáznak. A keleti hangulatú bazárok óriási választékban kínálják a fűszereket, datóját, pisztáciát, rézárut, antikvitást, édességeket és különböző stílusú szőnyegeket. Igazán szép dolgokat nagyon olcsón lehet vásárolni, tekintve, hogy a 2017-ben ismét bevezetett amerikai szankciók miatt az iráni riál rengeteget vesztett értékéből. Ez a helyiek életét megnehezíti, de persze a külföldieknek pedig jóval olcsóbbá tesz mindent. Egy ország élén álló rezsim azonban semmiképpen sem azonosítható az ott élő és az alatt szenvedő emberekkel, akik közül sokan, ha most választhatnának, egész más életet élnének. Nem erre számítottak, amikor 1979-ben, a nevezetes iráni iszlám forradalom idején, az 1941 óta hatalmon lévő Mohamed Reza Pahlavi uralkodó önkénye ellen lázadtak. A sá, apja nyomdokain haladva folytatta az ország rohamléptékű modernizálását.
Fiúk és lányok számára is kötelezővé vált az oktatás, szavazati jogot kaptak a nők, autópályák, vasútvonalak, légikikötők épültek, javult az egészségügyi ellátás. A nőknek nem kellett csadorban járni. Bármilyen hihetetlen, de a 70-es években a nők még énekelhettek nyilvánosan, és egy iráni popcsapat öltözéke semmiben nem különbözött egy nyugatiétól. Teherán, a kelet Párizsa lett, turisták, diplomaták álma lett az iráni utazás, a miniszoknya a lányok kedvence lett, épp mint Európában vagy Amerikában. De miért akarta akkor a nép a fejlődés ellenére a sáh távozását? A sáh reformtervei nem tisztelték a helyi szokásokat, a vallási értékeket. Nyugati mintákat erőltettek, és rendkívül komoly gazdasági, társadalmi problémákat okoztak. A javarészt muszlim lakosság számára egyszerűen túl gyorsak voltak a reformok. Mohamed Reza Pahlavi büszke volt művére, de nem vette észre az alapok hiányát. Az ország élelmiszer ellátása az olajbevételek függvénye lett, hiszen egyre nőtt az import aránya. A mezőgazdaság tönkrement, és a vidéki munkaerő tömegesen a fővárosba vándorolt. A sám az olajból származó bevételek nagy részét amerikai fegyvervásárlásra és a hadsereg fejlesztésére fordította. Közben komoly titkos rendőrséget is üzemeltetett, amely a kínzásokról, kivégzésekről volt hírhet. Az utolsó csepp talán az volt, amikor 1971-ben a Perzsa Birodalom 2500 éves évfordulóját 300 millió dolláros ünnepséggel ünnepelte Perszepolisban, miközben Irán déli részén a szárazság miatt éhezés volt. Mindezek hatására tömegessé váltak az olykor milliókat megmozgató demonstrációk, amelyekkel szemben a vezetés kezdetben keményen fellépett, később azonban a hadsereg tagjai is átálltak a tüntetők oldalára. Az elkeseredett nép a valláshoz fordult. A sáh, aki a súlyosbodó életkörülmények és nemzeti függetlenség kiárusításának jelképe lett, január 16-án távozott az országból, nagyrészt Homeini propagandájának köszönhetően. Homeini ajatolla 1979. február 1-én hazatért számüzetéséből az ország történelmének leghatalmasabb, milliókat megmozgató tüntetései közepette, és hamar az ország élére került. Egy radikálisan vallásos iszlám felsővezetést alakított ki, mely azóta is tartja magát. Homeini ideológiája ráadásul szentesítette a mollák politikai szerepvállalását. Jelentek a Homeini plakátok, bezártak a boltok, bárok, diszkók, éjszakai klubok, megjelent a csador. A tiszta erkölcs nevében megszüntetik a koedukációt, a városi autóbuszokon elkülönítik a nemeket. Az 1979-es alkotmány szerint Homeini Irán legfőbb vezetője lett. 1979. április 1-én kikiáltotta a világon egyedülálló iráni iszlám köztársaságot, melynek alapja a teokratikus jellegű államberendezkedés volt. A száműzött Mohamed Reza sáknak betegsége miatt speciális kezelésekre volt szüksége, és bebocsátást kért Amerikába, hogy kezeltesse magát. A Carter adminisztráció hosszas vívódás után engedélyt adott, mire a felbőszült teheráni iszlamisták 1979. november 4-én elfoglalták az ottani amerikai nagykövetséget. 52 amerikai túszt 444 napon át tartottak fogva. Az amerikai túszügy negatív színezetűvé tette a forradalmat, és nemzetközileg is elszigetelte az országot a világtól. 1989-ben Homeini elhunyt, és azóta utódja Hamenei Ayatollah, a legfelsőbb vezető. Kettőjük képe Irán szerte mindenütt visszaköszön. A jelenlegi elnök pedig a médiából ismerős Hassan Rouhani. Közel 84 milliós lakosság országban a lakosság fele 30 év alatti. A hivatalos nyelv a fárszi, vagyis a perzsa, de ez csak a lakosság fele beszéli. Emellett azeriek, gilániak, kurdok, arabok, türkmének, lúrok, beludzsok, kaskályok, örmények színesítik többek között a lakosságot. Körülbelül 1 millióan pedig még követik az ősi nomád életformát. A lakosság döntő többsége az iszlám síta irányzatát követi, amely nagyban meghatározza a térség szunita országaival szemben fennálló feszült viszonyát. De bármilyen meglepő, a keresztények, zsidók és zoroasztriánusok szabadon gyakorolhatják vallásukat az alkotmány szerint. Hazánknál 18-szor nagyobb területű ország, amelyet változatos földrajza miatt a négy évszak országának neveznek. A világ legnagyobb tava a Kaszpi-tenger északról határolja.
Az itteni Tokhalból nyerik a világ legkitűnőbb kaviárját és az ország fontos exportcikke. Délen pedig a Perzsőből zárja le, amely a geopolitikailag nagy stratégiai jelentőséggel bíró Hormuz szorosan át az ománi tengerhez és az indiai óceánhoz kötődik. Az itt található hatalmas olajkészleteket Irán és az arab államok fúrótornyok segítségével termelik ki. Területének 90%-át átlagosan 1200 méter magasságú fennsík foglalja el, és az ország több mint felén hegyvidék húzódik. Az Elburz és Zagros Kopár hegyei keresztezik az országot. A Kaszpi-tenger vidékén azonban kiterjedt erdőségnek köszönhetően zöld a táj, és ellátja a lakosságot zöldséggel és gyümölccsel. Iráni Kurdisztánban szintén hatalmas termőterületek húzódnak. Az ország egyéb részein viszont nagyon kevés a csapadék, így területének 25-30%-a teljesen terméketlen. Az ország legmagasabb pontja 5671 méter, a Demavend csúcs, más néven az iráni Olümposz. Területének 70%-át, középső és keleti részét sóstavakkal kitöltött sivatagok és félsivatagos területek borítják. Utunk első állomása Siráz. Már a neve is valami egzotikusat sugal. Az ősi Perzsia egyik legrégebbi települése, a költők, a bor, a perzsa kertek és a szerelem városa. Szőlő és bor kultúrája már legalább 1800 éves. Itt már rengeteg látnivaló akad. A Narendjasztán kert, az Erám messés perzsa kert. Az egyik legnagyobb perzsa költő Háfiz sírjához is ellátogathatunk, ahol a helyiek gyakran összegyűlnek, hogy felolvassanak híres divánjából. Egy tetszőleges oldalon kinyitva pedig szokás jósolni belőle. De a másik neves perzsa költő Szádi sírja szintén Sirázban található. A szivárvány színekben pompázó üveggel díszített Nashir el-Mulk, más néven rózsaszín mecset különleges fényjátékáról híres. Teheránt megelőzően a Zand dinasztia legnagyobb uralkodója Karim Khan fővárosává tette a 18. században Sirást, és ekkor lett igazán jelentős. Ennek a kornak az emlékét őrzi a Karim Khan citadella. De akár az országszerte több helyen található imámzedék egyikét, vagyis egy síta imám közvetlen leszármazottjának sírját is meglátogathatjuk, amely apró tükör díszítésével lenyűgözi a látogatót. A két évszázadon át fennálló óperzsa birodalom legfontosabb emlékéhez érkezünk Perszepoliszban. Perszepolis az Akajmenida dinasztia idején vallási és ünnepi események központi helyszíne volt. A birodalom minden pontjáról érkeztek az alattvalók ajándékaikkal, hogy hódoljanak a királynak, és ezek a jelenetek gyakran visszaköszönnek a híres perszepoliszi domborműveken. Darius Perszepolisz felépítésével akarta megörökíteni nevét az utókor számára. Nagy Sándor vetett véget Perszepolisz történetének, amikor időszámításunk előtti 330-ban meghódította a várost, és tűzvész áldozata lett. Örökre felejthetetlen számomra a perc, midőn holdfényes éjszakán Perszepolisz romjai közé értem, hol órák hosszáig álltam néma csodálkozással a hajdani műveltség kigászi emlékei között. Írt a Vámbéri Ármin magyar orientalista Perszepoliszról. 1862-ben érkezett ide, és 3 napon át kereste, hát ha talál magyar nevet a felvésett feliratok között. Mivel nem talált, ezért azt hitte, ő volt az első magyar, aki Perszepoliszban járt. Majd mégiscsak rábukkant a feliratra. Maróti István, 1839. Örömében pedig aláfaragta, éljen a magyar. Ezután fogott neki közép-ázsiai utazásának. Perszepolisz szomszédságában találhatók az Akajmenida dinasztia nagy uralkodóinak kereszt alakban sziklába vágott sírja is. Jazd város egyedülálló építészetét ciszternák, kupolák és széltornyok, valamint ősi vízvezetékek, kanatrendszerek határozzák meg. Hangulatos kávézóival, sivatagi építészetével, az édességeiről is híres Jazd Irán egyik leghangulatosabb városa. Két legfontosabb látnivalója az Amir Csakmak komplexum, és a péntek mecset feltűnően magas minaretjeivel. Egyben az iszlám előtti zoroasztriánus vallás központja is Jazd. A vallás követői úgynevezett tűztemplomba látogatnak, és nem is olyan régen még a különleges hallgatás tornyainak segítségével temetkeztek. Iszfahánt feltétlenül látni kell. A bazár soron keresztül haladva váratlanul tárul elénk a világ egyik legnagyobb és legszebb tere, az imám tér. A helyiek Nakshe Jahannak hívják. Kék csempés mecsetek, gyönyörű kupolák,
Vége láthatatlan bazársorok az egykori pólópálya mentén. A szökőkutak mellett a nagyzöld téren a helyiek piknikeznek. Olyan, mintha fél város itt tölteni a szabad idejét. A világ egykor legnagyobb városában fedett hidak, örménynegyed és paloták is sorakoznak. Kassán város. A szőnyeg, a selyem és a textilvárosam, ahol az agyagszínű Aga-Bozorg mecset mellett egykor gazdag kereskedők pazar palotáiba lehet betekinteni. A hegyekben lapul meg ez az egymáshoz tapadó vörös agyagházakkal tagolt apró falucska, ahol az idősebbek még most is ősi viseletben járnak és sajátos nyelvet beszélnek. Az ide látogató turisták is felölthetik a viseletet egy fotó kedvéért. Teherán nem mondható igazán hangulatos városnak. Hirtelen és tervezés nélkül növekedett, és ma már 15 milliós lakossága is van külvárosaival. Meglepő lehet, hogy a fővárosból rövid úton sípályákhoz lehet jutni, hiszen az Elburz-hegység Hófötte csúcsainak lábánál fekszik. Jelképe a szélesen terpeszkedő, éjjel kivilágított azadi torony, amelyet még Mohamed Reza Shah építetett 1971-ben Irán megalapításának 2500. évfordulójára. Leghíresebb látnivalója a Golesztán királyi palota márvány és tükörtermekkel. A Nemzeti Bank felügyelete alatt álló királyi kincstárban pedig felbecsülhetetlen értékű ékszereket, vagy akár drágakövekből, féldrágakövekből kirakott földgömböt is láthatunk. Egy újabb imámzáde Teheránban, és az autópálya fölött ívelő modern Tábiát híd. Remélem, hamarosan találkozunk Iránban.